500 faj, mintegy 5000 egyede él a Nyíregyházi Állatparkban. A tölgyerdő rengeteg árnyékot biztosít, mind a látogatók, mind az állatok számára. Ennek ellenére is nehezen lehet elviselni a nyári hőséget. Az állatkert mindent megtesz annak érdekében, hogy az állatok a lehető legkomfortosabban érezzék magukat. A meleg napokban ezért hűsítő csemegékkel is készül. Élvezik a zuhanyzást az ázsiai elefántok, szinte óránként felfrissülhetnek a gondozóiknak köszönhetően. Ezt a különleges bánásmódot minden vastag bőrű állatnak biztosítják itt az állatparkban. Ez egyébként nem csak a hűsítés, hanem az állat és ember közötti kapcsolat kialakítása miatt is fontos. Figyeljetek! Több mint 90-en vannak a páviánok, így itt is bőven szükség van a hűsítőre. Az állatok a nagy melegben fagyasztott csemegét kapnak. A makik is szinte sorban állnak a makifagyiért, amely fagyasztott gyümölcsökből áll. A nagy melegben pedig még ott is szükség van a plusz odafigyelésre, ahol a látogatók nem is gondolnák. Állatparkunk egyik különlegessége, hogy van óceánáriumunk is, ahol a legnagyobb medence 500 000 literes tengervizet tartalmaz, és nagyon érdekes, hogy bár trópusi fajokat mutatunk be, itt is figyelni kell arra, hogy nehogy felmenjen a víznek a hőmérséklete, hiszen az is veszélyes lehet az állatok számára. A vastagbőrű állatok még dagonyázással és porfürdővel próbálják hűsíteni magukat a nyári forróságban.